Több mint két éve zajlik már a budatétényi erdődülő és a Baross Gábor telep lakói, valamint a budaörsi reptér és a különféle hatóságok közötti levelezés a motoros kisrepülők által okozott zajszennyezés miatt. Ez mára már elviselhetetlenné vált. A motoros kisrepülőkről van szó, ezt mindenképpen szeretném hangsúlyozni, hogy bennünket nem maga a repülőtér zavar. Természetesen a repülőteret nem szeretnénk megszüntetni, ellenben zavarnak a motoros kisrepülők, akik jellemzően sétarepülők, vagy pilótaoktatást végző repülők, illetve hát a munkarepülők, akik természetesen közszolgálati tevékenységet látnak el, ővelük nincs problémánk. Tehát bennünket kimondottan azok a repülők zavarnak, akik hobbiból, pihenőidejükben repülnek a fejünk fölött, megzavarva a mi nyugalmunkat, illetve az oktató körökön repülő pilóták. A fő probléma az az, hogy a fejünk fölé van kijelölve két kör, amit iskolakörnek neveznek, ez konkrétan a 09-es és a 27-es kör, már egészen pontosan tudjuk, és ezek ilyen tulajdonképpen téglalap alakú körök, hosszanti és rövid oldala mentén szállnak fel és le a repülők, és hát tulajdonképpen ezek pontosan magukba foglalják az erdődülő területét, ami a mi lakóközösségünk lakóhelye tulajdonképpen, úgyhogy egy sűrűn lakott lakó-pihenő övezet fölé jelölték ki, mint ahogy most is lehet hallani. Nekünk az lenne a legfontosabb, hogyha ezek az iskolakörök elkerülnének innen. Tehát lehet itt mindenféle szabályozásokat hozni, lehet a zajrendeleten, vagy a magassági szabályokon változtatni, de nekünk alapvető problémánk az, hogy ezek az oktatókörök a fejünk fölött vannak. És sajnos van olyan, hogy egy oktatókörön egyszerre három repülő is repül, tehát olyan sűrűséggel engedik fel a repülőket, hogy gyakorlatilag még az egyik el sem megy, le se száll, már jön a másik. És ugye van egy olyan szabály, hogy 300 méter alatt nem repülhetnek, csak kizárólag, ha le- és fölszálló tevékenységet végeznek. Na most, ha egy ilyen iskolakörön éppen három repülő repül, akkor azért az kiszámolható, hogy kapásból 6 le- és fölszállás zajlik, egy 3-5 percen belül. Tehát van olyan fél óra, hogy 14 repülő repül a fejünk fölött. Az érintett területen egy kis óvoda is működik, és rengeteg a kisgyermekes család. Itt az óvoda fölött mind szinte kivétel nélkül minden repülő átmegy. Ez egy 80-85-90-es decibeles zaj. A gyerekek szeretnének kint játszani, szeretnénk kint foglalkozást tartani, szeretnének, amihez nagyon nagy joguk van, aludni, de nem tudnak. Úgyhogy ezért csatlakoztunk mi is a petícióhoz, minden szülő, minden kollega aláírta. A lakók megelégelték a sok félremagyarázó és hárító választ, amit a hatóságoktól és a reptértől kaptak, így aláírásgyűjtésbe kezdtek. Több mint 300-an írták már alá a 7 pontból álló petíciót, amit Budafok-Tétény önkormányzata a februári testületi ülésen napirendre tűzött. A képviselők egyhangulag elfogadták a javaslatot, és felhatalmazták Karsai Ferenc polgármestert, hogy a lakók által jelzett problémát tárja az illetékes hatóságok elé. Az azóta eltelt időszakban a polgármester a 300 aláírt petíciót továbbította, valamint ismételten elküldte a hivatalhoz érkezett panaszokat az illetékesek részére. Levélben fordult Molnár Gyula és Németh Zsolt országgyűlési képviselőkhöz, hogy a rendelkezésükre álló eszközökkel segítsék az ügy megoldását. Ezen túlmenően azonnali vizsgálat lefolytatását és az erről való mielőbbi tájékoztatást kért az Innovációs és Technológiai Minisztérium légügyi kockázatértékelési hatósági főosztálytól. 30 éve itt lakok, és ilyen helyzet még soha nem alakult ki, mert azt lehet tapasztalni, azt tapasztalják itt az erdődülő lakosai, meg a Baross Gábor telep egy részén, hogy ezek a kis hobbi repülők, amik felszállnak a budaörsi repülőtérről, nagy hanghatással szállnak el felettünk. Ez azért van, mert tudomásunk szerint és látomásra is egyértelműen észrevetően nem tartják be azt a kötelező 300 méteres felszín feletti távolságot, és elég sűrűn járnak ezek a gépek, tehát ahhoz képest tudomásunk szerint, hogy mennyi gép repülhetne egy iskolakör alatt, ennek a sokszorosa száll el itt felettünk, és hát sokszor itt a erdődülőn keresztül szélirányjal szemben szállnak át, amikor a legnagyobb a motorzaj, legnagyobb a teljesítménye a gépnek, tehát ez egy rendkívül bosszantó hanghatással jár, és hát a civilek itt, a helyiek elég sokat küzdöttek. A lakók folyamatosan fényképeket és videókat készítenek, hogy legyen kézzel fogható bizonyítékuk a szabálytalanságokról.
Én korábban Dunakeszin repültem, ezáltal kicsit a másik oldalról is ismerem a dolgot, hogy milyen egy ilyen eset. Több leször leveleztünk is a reptér vezetőjével, azonban állandóan áthárította a felelősséget, hogy beszéljünk a légügyi hatósággal, tegyünk oda panaszt, illetve a légügyi hatóságtól meg azt kaptuk válaszként, hogy a reptérvezető tud szankcionálni. Tehát folyamatosan tologatják így egymásra a felelősséget, hogy ki járjon el. Itt igazából a légügyi hatóság tudna eljárni, akár pénzbírságot, akár letiltásokat osztani, úgyhogy valószínűleg ezen a vonalon is el kell indulnunk. Ezt írtuk is a reptérvezetőnek, tehát nem állítunk zsákba macskát, hogy mindenféle utat meg fogunk keresni. Ugye mi nem a reptér bezárás ellen vagyunk, vagy bármi nemű korlátozásra, hanem hogy a lakott terület felől ez a légi folyosó kerüljön kicsit odébb. Egy azért, mert veszélyes, tehát sokszor alacsonyan mennek, és észre sem veszik sokszor a magasságot. Egyébként én pilótaként is tudom, hogy nagyon könnyen megy az ember, sokkal alacsonyabban, mint gondolja. Ők sokszor ezt már 100 méterekben mérhetően teszik alacsonyabban, tehát a 300 méter helyett sokszor akár 50 méteren mennek, illetve nem mindig tartják a légifolyósot, az iskola köröket. Ezt igazából ugye ők transponderrel tudják nézni, hogy merre mennek a repülők. Ez alapján kéne őket szankcionálni, illetve terelni ezt az egész utat kifelé, az erdő felé egy picit, hogy ne fölöttünk menjenek, és akkor így mindenkinek jó lenne. Most lett egy panasz oldala a honlapján a repülőtérnek, egyelőre mi nem látjuk értelmét, napi szinten több 10 panaszt küldünk be, de még semmi eredménye nem lett. Ezen felül mi azért sokszor szoktuk őket jegyzetelni, illetve fotózni, mert muszáj, hiszen hogyha valamelyik veszélyesen megközelíti a házunkat, akkor nyilvánvalóan le fogom fotózni, hogy be tudjam jelenteni. Több mint 2500 kerületi lakost érint közvetlenül a probléma. A helyiek rendszeresen találkoznak az Elza utcai játszótéren, és megbeszélik a problémáikat. Itt valóban egy közösség jött össze, körülbelül 250 háztartás van, és akkor azt, ha megszorozzuk, közelíti az 1000 lakosszámot, ez a kis, majdnem, hogy zárt terület. És itt ez a közösség, ez sok mindenbe összefog. Most a repülési zajról beszélünk, de itt volt már közbiztonságban is, összefogtunk és eredményt értünk el. Aztán van itt a közlekedési probléma, ami még napirenden van, de hát most a repülési zajról kell beszélni. Ez egy folyamat. Ez már jó pár évvel ezelőtt kezdődött, és ez évről évre fokozódik. És egyre elégedetlenebbek az emberek. És mi próbálunk mindent megtenni, amit csak lehetséges, megkeressük az illetékeseket, akikről sorra kiderül, hogy vagy nem illetékesek, vagy hát másra is tartozik, és hát az idő telik. A repülők egyre több zajt okoznak, és megkeserítik az itt lakók életét. Vagyis az életminőség romlik folyamatosan ezen a területen. Sokan azért jöttek ide, mert itt csendesebb külvárosi rész. Hát a fejünk fölött ezek meg itt járnak, és nagyon sok kellemetlenséget okoznak. De nagyon bizakodóak vagyunk, mert megtapasztaltuk az összefogás erejét. És akkor nehéz ellenállni, ha igazunk is van, és érdekviszonyok és erőviszonyok vannak. És van bennünk erő, úgyhogy ha illetékes hallja ezt, akkor ne reménykedjen abban, hogy sokáig nem lesz eredmény, mert egyre többen mérgesek, egyre jobban elégedetlenek az emberek. És hát ez az energia, ez egyszer összegződik, illetve most már kezd összegződni. A lakók tehát nem adják fel, és addig mennek, amíg el nem érik, hogy újra csendesebb legyen a lakókörnyezetük.